szeretném nektek bemutatni a legújabb 3-step CrystaLac csillámos géllakoknak a megfelelő használati módját, mivel ezek most egy picit sűrűbb géllakok, ezért egy kicsit különösebb bánásmódot igényelnek, mint az előző géllakok. Pontosan ezért szeretnék egy régi géllakot is bemutatni, hogy azok milyenek. Most ezt 1S43-as géllakot szeretném mutatni. Ezekben is hasonló szemcsék vannak, mint a legújabb 3-step lakokban, viszont ez sokkal hígabb, amit most meg is tudok mutatni, egy tipre kikenve. Hogyha ezt elkezdem kikenni, akkor látjátok, hogy nagyon könnyen tudom kenni, viszont a fedése az hát ilyen kis hiányosabb. Ez is egy nagyon-nagyon szép effekt, viszont az új géllakoknak pontosan az a lényege, hogy egyszerűen tudjon fedni, tehát egy rétegben is el tudjuk érni a tökéletes hatást, és gyorsan meg is mutatom az összehasonlítást. Viszont a hátránya úgy mond, hogy ezek sűrűbbek. Tehát mondjuk ezt nem tudjuk egy sima ecsetvonással kifesteni. De viszont abszolút nem vesz el sok időt az életünkből, mert egy art design ecset segítségével, mutatom ezt is, egy art design ecset segítségével nagyon könnyen el tudjuk oszlatni a csillámokat, így abszolút szalonbarát lesz ez a géllak is. Előveszem a 3S146-os lakkot, és első körben én úgy szoktam készíteni, hogy húzok egy réteget a lakkal, viszont már érezhető is az, hogy sokkal sűrűbb, sokkal jobban akad a lakk, ezért egy picit nehezebb kikenni. Ebben az állapotában nagyjából azt tudnám mondani, hogy hasonló, mint az előző géllakunk, az 1S43, de már így is látszik, hogy sokkal sűrűbb, tehát teljesen más a hatás, viszont én még azzal szoktam rásegíteni a munkámat, hogy kiveszek a géllakból egy ilyen kis nagyobb kupacot, nevezzük kupacnak, lehelyezem középre. Nem kell túl sok belőle, mert tényleg nagyon-nagyon sűrű szemcsékkel dolgozunk, és könnyed mozdulatokkal elkezdem eloszlatni egy picit a szemcséket. Szerintem az art design ecsettel a legegyszerűbb ez a mozdulat, de tulajdonképpen egy nullasort ecsettel is, egy 4-es zselés ecsettel is el lehet végezni. Én azért szeretem az art design ecsetet, mert a pontban végződő hegyével nagyon könnyen, igazából még egyenként is tudom a csillámokat mozgatni. És hogyha ezzel megvagyunk, utána már csak köttetem, le kell borítani egy kultoppal, és gyakorlatilag a vendégnek készen van a körme. Úgyhogy ne ijedjetek meg ettől a laktól, mert nagyon egyszerű vele a használat. Gyönyörűen fed. És ami még az én személyes kedvencem, azt mindjárt mutatom, tehát így a különbséget látjátok, hogy a régebbi típusú géllakok, azok sokkal hiányosabbak voltak így fedésben, aminek ugye pont ez a lényege, viszont az új CrystaLacokat úgy álmodtuk meg, hogy teljesen lefedje a körmöt. És ami még nagyon-nagyon egyszerű díszítés vele, én ezeket ilyen kis hóesésnek hívom, mert ugye látjátok, hogy nagyon szépen leborítja, tehát lefedi igazából a tipnek a tetejét, és ezt pontosan ugyanúgy készítem el, hogy fogom a lakkot, és egy picit így, hát így rápötyögtettem gyakorlatilag a csillámokat, és utána szintén art design ecsettel, könnyed mozdulatokkal, függőlegesen lefele lehozom a csillámokat. És ez is egy nagyon-nagyon szalonkedvenc díszítés, főleg télen. Úgyhogy remélem tudtam segíteni ezekkel a kis apró szalontrükkökkel. Még egyszer megmutatom a különbséget. Köszönöm a figyelmet nektek, sziasztok! Thank you.